Az év hazai jazz albuma. Azt gondolom, hogy ezzel a két produkcióval megalapoztuk a hangulatot, úgyhogy itt az ideje annak, hogy elkezdjük az aranyozott mikrofonok átadását. Csapjunk bele, adjunk át díjakat, nézzük az év hazai jazz albuma jelöltjeit. Alap István, Mix Faktor. Dresch Quartett, Fuhun. Fábián Juli és Sárik Péter, Philharmony. Harcsa Veronika, Lámpafény. Váci Eszter Quartett, Eszter Kertje. Jól hallhatóan azért itt a helyszínen is vannak drukkerek, szurkolók és barátok, de természetesen a szakmai zsűri döntött. A díjat átadja a Magyar Jazz Szövetség alelnöke, Csepregi Gyula. Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm az itt lévőket és a televízió nézőket is. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy mint a Magyar Jazz Szövetség képviselője adhatám át ezt a díjat, és annak is nagyon örülök, hogy a jazz ilyen előkerülő helyre került, hogy mindjárt az első egy ilyen műsorban. Azt gondolom, hogy ez nagy öröm a műfajnak is. Nagy izgalommal is és várakozással most kinyitom a borítékot. Az év hazai jazz albuma 2012-ben Alapi István, Nix Faktor. Nagyon meg vagyok hatódva, köszönöm szépen. Igazán borzasztó nagy megtiszteltetés, és néhány szóban csak szeretném megköszönni azoknak, akik segítettek ennek az albumnak az elkészítésében. Elsősorban kiváló zenészbarátaimnak, Barabás Tominak, Banai Szilunak, Lantos Zolinak, Csányi Pistinek, Beke Márknak, és a hangmérnöknek, akinek nagyon sok szerepe van abban, hogy így szól ez az album, Gyulai Zsoltinak. Természetesen szüleimnek, ahogy ezt már ilyenkor mondani szokták, nagyon szeretlek benneteket, szerelmemnek, Krisztának, aki nagyon sokat segített az album elkészítése közben, és még mindenkinek nagyon szeretném megköszönni, aki hallgatja ezt a fajta zenét. Az az én koncepcióm, hogy amellett, hogy minden műfajnak a tradicionális gyökereit nagyon fontos megőrizni, ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon fontos minden műfajt megújítani, és bátran garázdálkodni a műfajok között. Ez az én hobbim. Köszönöm szépen. Még egyszer gratulálok. Alapi István!